Babián Fable, Kripli Kommandó, negyedik rész. Herval került őrségbe utolsóként. A felderengő hajnalban bámulta, hogyan bontakoznak ki társai körvonalai az éjszakából. Lars összegömbölyödve aludt. Karjával eltakarta az arcát, mint ha óvni akarná valamitől. Gino bőréről a hajnali derengés jótékonyan letörölte a kitágult pórusok látványát. Haja a szemére hullott, mély álmában, ártatlan kölyöknek látszott. Szemi hason feküdt, takaróját a fejére húzva, nyugtalanul mozgolódva. Ron szörtelen arcán verítékfény lett. Vonásai kisémultak, még ráncok szabdalt a homloka is egyenes volt, akár egy asztallap. Orra jóval kisebbnek hatott, felső ajka is enyhében fodrozódott. Herval valósággal elgyönyörködött bennük. No, hogy megszépít benneteket az álom? Gino-nak csak egy csókos kedvű hercegnő kellene, és királyfiként ébredhetne. A kapitány szomorúbbnak látszik, mint ébren, de most valósággal jóképű. Lars homloka közepéről el lehetne lopni a szemölcsöt. Ez a gondolat akaratlan mozdulatban folytatódott. Herval felemelte a kezét, és két körmével lecsípte az orra alatt növekvő vathúst, ahogy ezt hónapok óta minden áldott nap megtette. A seb most jóval erősebben vérzett, mint bármikor, a fájdalom is fokozódott. Herval csak nem felbőszült. Előhúzta pisztolyát, és egyenként célba vette az alvókat. Nem tartana sem eddig. Melyiket is kellene kezdenie? Mindegy. Négy golyó, és kész. Ha közben fel is ébrednének, nem tehetnének ellene semmit. Egytől egyik kiirthatná őket. Csak néhány csukló mozdulat, mutató ujjának begörvítése a ravaszon. Kinézte azt is, hová lőjön. Larsnak a szemölcse közepébe. Ronnak az ornyergére célzott, és elképzelte, hogy a golyó átüti a húst, majd csontokat szaggat meg. Gino-t szájba lőné, örökös vigyorgása emlékére. Sammy a tarkójába kapná a golyót. Herval megrettent. Megrettent, keze megremegett. Összeszorított fogakkal elfordult. Homlokán verejték gyöngyözött. Nem az ijesztette meg, hogy társai kivégzéséről fantáziál, nem a gondolat, de az sem, hogy esetleg megteszi. Kis híján megtette, és még ez sem lett volna baj. Herval felsóhajtott, és sétálgatni kezdett. Félelmetes kérdés döngette a koponyáját. Beteg vagy? Őrült vagy? Herval, lehet, hogy így van? Már régen nem fene gyerek, nehéz vagány, hanem őrült vagy. Jól tudta, mi a különbség, és ez ijesztette meg. Amíg egy erős férfitól a legtöbb ember fél, a bolondot mindenki megveti, lesajnálja. Bolondnak lenni szégyen. De ő nem dilis, nem lőtt le senkit, miért tenni? Alszanak, nem is sejtik. Herval eltette a pisztolyát. Ordítani akart, téboját tagadni. Nem őrült, csak ez a természete, a gyűlölet. Gyűlöl, mindenkit majdnem kivétel nélkül. A nőket, akik kinevetik, de csak addig, amíg meg nem ismerik erejét, azon túl már rettegnek tőle. És gyűlöli a férfiakat, főleg azokat, akik az ő mércéjével mérve férfiak. Attól tart, észreveszik rajta, hogy valami hézak támad nála, hogy hiába akarja másolni őket, neki nem megy. Az ő próbálkozásai mindig másként sülnek el. Herval mégis felordított abban a pillanatban, amikor egy rothadásnak indult növénykupacra lépve, megmozdult a föld a lába alatt. Váratlanul és fájdalmasan a bokájára csapódott valami, és iszonyatos erővel felrántotta a magasba. Teste átfordult a levegőben, csak nem nyaka tört. Aztán a bokájánál fogva hintázott egy ágon, tótágast állt a világ. Előbb megpróbált felhúzózkodni, hozzáférni a kötélhurokhoz. Repülés közben elveszítette a kését. Akárhogy nyújtózkodott, új heggyel sem érte el. Elsírta magát. Amikor újra kinyitotta a szemét, Lars állt előtte. Ron is ott volt, felsóhajtott. Le kéne szedni, nem hagyhatunk nyomokat. Farigcsáljuk le 10 dekánként, javasolta Lars. Ron morgott valamit. Felnézett a fára, melynek egyik ágán Herval csüggedezett. Erre ugyan nem lehet felmászni, különben is nyírkos itt minden, korán van. Kinek lenne hangulata azt játszani, hogy olyan életet ment, amelytől ideges kiütéseket kap egy-két nap óta? Herval ordítani akart. Ron a szájára tapasztotta a tenyerét. Eleget üvöltöztél már eddig is, maradj csendben, amíg kitalálunk valamit. A kapitány nyújtózkodni próbált, de bármilyen magas volt, a közelébe sem ért a huroknak. Lars vigyorogva utánozta, felszakadt a levegőbe, pipiskedett, szórakozott. Gino hunyorogva megszólalt a hátuk mögött. Nem úgy fest, mint a komolyan le akarnátok szedni. Te komolyan le akarod szedni? Kérdezte Ron őszinte csodálkozással.
Aztán a szemét dörzsölgető Szemire vigyorgott. Nem éred el? Szemi odalépett Ron elé, és koponyájára fektetett tenyérrel mérte, hogy nagyjából a válláig ér a kérdezőnek, de inkább addig sem. Nem kapkodták el a mentést. Hervár nehéznek érezte a bokájára akasztott testsúlyát, de helyzeténél fogva is fejébe tódult a vér. Sajnálom, hogy álmotokban nem lőttelek agyon benneteket. Lars odébb húzódott, mert a grizzly nyála az arcába fröccsent, kész fejjel megtörölközött, halkan válaszolt. A karom mögül figyeltelek, a homlokomra céloztál, Ronnak az orrára. Ne folytasd, ajánlott a sápadtan Szemi. Neked a tarkódat szemelte ki, mosolygott hidegen Lars. Ginót szívesebben lőtte volna szájon. Meglepődtek Ront nyugalmán. A kapitány összekulcsolta két kezét, és ágyéka előtt felfelé fordította a tenyerét. Intette fejével, Lars a markába lépett, majd felült a nyakába, a combjára vart zsebből kést húzott elő, és elmetélte a kötelet. Ugyat sem vedett a lezuhanó Hervára, a csapda látható végét próbálta eltüntetni szem elől. Ron vigyorogva nyögdécselt terhe alatt. Hervál a földön ülve dajkálgatta vérző bokáját, addig-addig tapogatta, amíg megpillantotta a csont gyöngyház szín felszínét. Felnyűszített. A zsákodban találsz kötszert, vetette odaron. Kötözd be magad, eszünk valamit, és indulunk. Randevunk van egy mahagóni hajú, felemás szemű lányjal. Ó, oh, sóhajtotta Szemi. Bizony, lelkesítette tovább Ron. Aztán a randevú 40 vérszomjas gerillát találunk, és mindegyik csak egyszer akarja megforgatni a hasunkban a kését, morogta a sántikáló Hervál. Ez hamarabb bekövetkezik, ha ordítasz, vélte Gino lágy hangon. Ahhoz már nem volt hozzáfűzni valója, amit később tapasztalt. Míg ők reggeliztek, Ron gondos parancsnok módjára bekötözte Hervál sebét. A gyöngéd szavakat mellőzte ugyan, de mégiscsak islápolta a fickót, akit egyre kevésbé állhattak. Ron Jar sejtette, hogy társai hülyének nézik, de ez jogukban állt, nem is törődött vele. Jobban izgatta, hogy Hervál netán végig jajgatja az utat. A hintőpor, amelyet csepet sem sajnált a mélysebről, fájdalomcsillapítót is tartalmazott, nem is akármilyet, tehát hatásosságához kétség sem fért. Hervál kábult csendesen vánszorgott mögöttük az úton. Lars minden lépést megfontolt, további csapdáktól, lesben álló őrszemektől tartva. Időnként megállást javasolt, és Ginóval együtt eltűnt a sűrűben. Úgy tetszett, mindkettőjük bőre alatt valamiféle érzékelő működik. Két ízben sikerült elkerülniük egy-egy őrszemet. Predrag Frey örömmel látta, hogy Edu lemarad mellőlük. Miközben mind mélyebbre jutottak az erdőbe, előbb udvariasság látszatával, majd leplezetlenül átkarolta Tiriát. A lány nem tiltakozott, bár érezhető vonakodással fogadta a férfi közeledését, a ragyogás is halványult körülötte. Egy írtásra érkezve Tiria szembefordult Freyjel, és előhúzta a kendőt. Katie küldi, mondta halkan. Frey a tenyerére vette, megforgatta, az arcához szorította a sejmet. Szerettem őt, sóhajtotta, de Katie nem tudott volna a vadonban élni, elment. Barátok maradtunk, mindannyiszor öröm, ha hallok felőle. Most azonban én megyek el, mielőtt még belehabarodnánk egymásba. Úgy látszik, túlsággal hatnak rám az emeri nők. Frey elmosolyodott, eltüntette a sejmet, és tenyerét Tiria hajára simította. Néhány napja rendszeresen repülőgépek jelennek meg a tábor fölött. Mire erről a sétáról visszatérünk, nem találjuk meg a sátrakat. Elköltözünk innen, mert támadástól tartok. Jobb lesz, ha maguk is visszatérnek a városba. Még okosabb, ha gyorsan elhagyják az országot. A végkifejlet közeledik, és az emberek felbojdulnak, akármi is megtörténhet. Errefelé nem kedvelik az emberek emerieket. Most tehát két lehetőség közül kell választanunk. Kezdem a másodikkal. Menjen el, majd egyszer újra találkozunk. Üzenek magáért, Tiria, talán rövidesen. Rendben? Mi az első változat? Nem szeretem a kapkodást, így hát hagyjuk. Frey megérintette, majd gyengéden megszorította a lány vállát, aztán a nyakára kötött sár csomójához nyúlt, hogy kioldja. Tiria megfogta a kezét. El kell mondanom valamit, Predrog. Frey hirtelen csendet intett, és füdelni kezdett. Ráncok szaladtak a homlokára. A fák fölött vészterhesen felhősödő égboltra tekintett, felzúgott a szél, végig ostorozta és megzörgette a növények leveleit, ágait. Elnyomott minden egyéb neszt. Frey megragadta a lány karját. Menjünk vissza, jobb, ha mielőbb indulunk, ki a maga útján, mintha gépzúgást hallottam volna. Tiria
A szél, csak a széltáppásztott bogrok leveleinek csattogását fogta fel, nem ragadt rá a gerilla izgatottsága. Ekkor Frey háta mögött néhány pillanatra szétnyílt a bozót, felködlött és eltűnt egy ismerős arc, Lars Freyté. Tyria felsóhajtott, kiszabadította magát a türelmetlen Frey karjából, és előhúzta a tollat, jegyzetfüzetét. Hangja nyugalmat hazudott. Szeretném felírni, hol találom meg, ha vége lesz a háborúnak. Elült a szél, de talán csak egy percre. A napot eltakarta egy haragos szürke felhőtorony. Az írtás valósággal elsötétedett körülöttük. A pillanatnyi szélcsendben Frey jól hallotta a dübörögve közeledő helikoptereket. Két gép jelent meg a magasban, nem vidám szitakötőknek, inkább nehézkes, haragos rovaroknak látszottak. A fák fölött elhúzva szemlátomás lejjebb ereszkedtek, talán a közeledő vihar és a magasban változatlanul tomboló szél kényszerítette őket alacsonyabbra, talán gyilkos szándékaik. Frey nem csak a helikopterek orrrésze alá szerelt gép puskákat látta meg. A törzs hátsó pontjain felfüggesztett rakétavetőket is észrevette. Megragadta a lányt, és vele együtt egy fa felé vetődött. Várható volt, hogy a gépek visszafordulnak és megpróbálnak támaszpontjukra sietni, a vihar elől menekülni. Ehhez azonban meg kellett szabadulniuk terhüktől. Más körülmények között megkockáztatták volna, hogy a felderítő repülőgépek által meghatározott célpontra tüzeljenek, az ítéletidő sürgetése miatt most nem maradt idejük keresgélni. A cél környékén megkezdték a támadást. Tyria hallani vélte a kioldott rakéták szárnyalását, sivítését, látta a robbanások fényeit, a tűzjátékát a fákon túlról. Megmoccant alatta a föld, ijesztően ringatta. Azt is érezte, hogy Frey megszorítja a vállát, hallotta dühös fohászkodását. Még egy robbanás, aztán még egy. Úgy tűnt, a gépek visszafordultak, és már újra feléjük közeledtek. Ismét szélroham támadt, az erdő feljajdult körülöttük, a vörös tűzfények hajladoztak, grotesz gyönyörű táncot jártak a távolban. A menekülő helikopterek egyre reménytelenebb küzdelmet folytattak a szélviharral, vaktában szórták rakétáikat, hogy megszabaduljanak tőlük. Killóva, imbolyogva, már-már a fák tetejét súrolva vánszorogtak tova. Az egész jelenet olyan volt, mint egy rémálom, mint a mézben úszkáltak volna mindannyian. Az ég volt, a gépek, a lángba borult növényzet, és ők ketten. Alattuk még reszketett a föld, a párás levegő elektromossággal töltődött fel, és amikor Tyria a rothadás lélegző avaron hasalva lehúzta a tollkupakját, a fémhez érő körmei alól szikrák pattantak ki, de úgy érezte, a haja is égnek áll a feszültségtől. Frey feltérdelt, átkarolta a lány derekát, hogy felsegítse, bár még nem tudta, hová, merre mehetnének. Nem fért hozzá kétség, hogy a tábor elpusztult. Tyria átölelte a férfit, a vállára hajtotta a fejét, és közben a toll hegyét a lapockájához érintette. Ujjának egyetlen pöccintése működésbe hozta a fémtestbe rejtett injekciós szerkezetet. Frey összerándult. Eltorzuló arccal elengedte a lányt, talpra akart ugrani, féltérdét felemelte a levegőbe, amikor szeme kifordult, teste visszarogyott. Csak nem elsodort a Tyriát, elterült a földön, és nem mozdult. A lány nem nézett rá, leült mellé, két karját végig nyújtotta fel húzott térdén, és ráhajtotta a fejét. Komor, súlyos esőcseppek kopogtatták a vállát, majd a szemetelés vad zúgásba váltott, a vízfüggöny átadolhatatlannak rémlett. Néhány perc múlva Tyria megmozdult, a hátára folytatott a Freyt, aztán a válla alá nyúlva kiemelte az alattuk gyarapodó tócsából. Körülpillantott, hová húzódhatnának. Az eső csak nem felborította, durván ostorozta. Hol van Edu? Hol volt Edu, amíg rakéták süvítettek alá az égből? Meghalt volna? Vele voltak a kazetták. Hol van Ron Jar? Miért Lars mutatkozott helyette? Lars ekkor megállt mellette, átvetett tőle Frey ernyett testét, és egy távoli fa felé vonszolta, vízcseppek függönyözték el alakját. Az átázott ruha rátapadt a bőrére, óráról vízesés ömlött a szakállára, és onnan tovább. Tyria kábultan követte a férfit, csak nem sötétség borult rájuk, olykor villámok szikráztak fel körülöttük. Behúzottak egy hatalmas fa törzsében talált barlangba, és Tyria elcsodálkozott, miért ezt foglalkoztatja, hogyan élhet és zöldelhet a fa, amikor ekkora sebb tátong az oldalán. Segített elhelyezni Freyt. A hámló fa belsőhöz kellett húzódnia, hogy mindhárman elférjenek, és ettől újabb képzete támadt. Otthon van, lift repíti valahová. Patakok csobogtak odakin,
akár folyamnak is beillettek volna. Lehullott, rothadt leveleket, lecipált virágokat, jókora ágakat sodortak tova. Az ég mennydörgött, villámhasított át a fák között. Bömbölt a szél, már nem is ágakkal, fákkal dobálódzott. Tiria hallgatott. Nem voltak egyedül. Rovarak futkároztak az odú falán, a fejük fölött apró kígyó vonaglott. Lars nem nézte miféle, elengedte Freyt, és kése egyetlen villanásával felnyásalta a hüllőt. Az imént elhagyott írtáson észbontó látomás jelent meg, kitágult szemmel figyelték, talán csak Lars sejtette, hogy valóság, amit látnak. Tébolyult összvér vágtatott elő a tábor felőli fák közül, patái sarat köpültek, sörénye farka vizet záporozott. Nyergében egy férfi kuborgott, az állat nyakára hajolva, kétségbe esetten markoltva a kantát. Az összvér zavarodottan körözött az írtáson, olykor a hátsó lábaira emelkedett, aztán tovább nyargalászott körbe-körbe. Szája elnyílt, de nyerítése nem hallatszott az általános tombolásban. Lovasa ide-oda imbolygott a nyeregben, combját az állat oldalába vágta. Az összvér többször megcsúszott, grotesz csutasággal szerezte vissza egyensúlyát, aztán folytatta az őrült száguldást megállíthatatlanul. Végül valóban elvágódott a lába alatt ömlő sárban. Teste felemelkedett, lábai kalimpáltak, majd szinte belefúródtak a földbe, és elnyúlt a gerincén. Az állat bágyadtan próbálta felemelni a fejét. A férfi kibújt a kengyelből, lemászott a nyeregből, és lefejtette csuklójáról a szárat. Megpillantotta a bőrébe vájt mély árkokat. Megpróbált talpon maradni, egyszer s mint lábra ösztökélni az összvért, de be kellett látnia, hogy hiába küzd. Az eső csak nem feldöntötte. Az állat elhomályosuló szemmel nézett rá. Edu tudta, hogy nagyon szenved, sejtette, hogy gerince tört. Egy villámlás után a mennydörgéssel egy időben főbe lőtte. Levette róla a nyerget, aztán megfordult és átvágott az írtáson. Megcsúszott, néha térdre zuhant. Elbotorkált egy bokori, mögötte felfedezte végre Larsot. Nem is próbált bebújni a barlangba. Átnyújtotta a nyerget Tiriának, és a lány még mindig kábultan elvette tőle, majd Frey arcára pillantott, először mióta behúzódtak ide. A férfi lehúnyt szemmel, békés arccal ült a földön, vállát a falnak támasztva, hosszú lábát az esőben áztatva. Árnyalatnyi világosodott az égbolt, az eső csattogása elnyúlni kezdett, a szél is távolodott. Mindannyian fuldokoltak, mintha vizet lélegeztek volna a tüdejükbe. Aztán a nap átsejlett egy szürke felhőröngyön, majd a felhőt felkapta a szél, és továbbúsztatta. Felragyogott az égbolt, szikrákat szórtak a levelekről lepergő, esőként tovább kalapáló vízcseppek, akárha csiszolt üveggolyókkal játszaná a fény. Tiria hátrahajtotta a fejét, tenyerét a mellére szorította, mintha segíthetett volna rekesz izmának, hogy több oxigént préseljen a tüdejébe. Az sem érdekelte, hogy rovarok áradnak a vállára, nyakában taposnak, fuldoklott. Jobb kezével a nyerget markolta, és csak sokára fogta fel, hogy Edu a videókazettát bízta rá, azt óvja. Kripli kommandó. Ázottak voltak, de elevenek valamennyien. Hajukról vízcsepe részett, ruhájuk hurkákat vetve tapadt a bőrükre, a tócsák csak nem bokáig értek lábuk alatt. Nyitott szájjal nehezen lélegeztek. Némán üdvözölték egymást, még ahhoz sem volt levegőjük, hogy a győzelemnek örvendezzenek. Ron vízhatlan zacskóba csomagolta a nyeregtáskából elővett kazettákat. Herwál és Sammy felnyalábolta Freyt, hátizsákjaikat Edura és Tiriára bízták. Újra Lars járt az élem, és bár ő is légszomjjal küzdött, kemény tempót diktált. Keservesen haladtak a felázott, erjedt párákat lehelő levélszőnyegen. Megcsúszva, karjukkal egyensúlyozva vászorogtak, nem tudva, hogy voltak éppen ki elől, miért futnak. Edu Ron mellett szaporázta a lépteit. Hangja úgy hatott, mint a fuldokolna. A legtöbb gerilla elment már, két terepjáró és pár összvér várta Frey visszatértét, amikor a helikopterek támadni kezdtek. Az egyik összvéres a vezérek keresésére indult, a többiek menekültek, minél messzebbre a tábortól. Edu nagyot fújt, majd hosszan ásított légszomjában. Lihegve folytatta. Elkaptam a gerillát is, leszedtem a gyerekből. Ekkor már zuhogtak azok az átkozott rakéták. Minden éget körülöttem. Az összvérem megveszett. Ördögi mázlin volt. Ron, nem kell rohannunk, nem maradt ott eleven, egy sem. Nincs, csak üldözzön. Lars hirtelen megtorpant, majd Ginóval együtt a fák közé vetette magát arra felé,
amerre napfényt sejtett. Várakozás közben a csapat kifújatta magát. Átkozottul biztosra akartak menni, dünnyögte Ron. Nem érték be velünk, katonai helikoptereket is küldtek. Mi történik itt? Meddig lesz döklött ez a Mikulás? Háborgott Hervár. Nem lehetett volna a saját lábán fogságba ejteni? Nem sokára észhez tér, vigasztalta Ron, de azért halvány gyanú moccant benne, mely odahajtotta Frey testéhez. Megtapította a férfi nyaki ütőrét, és megnyugodott. Tilia felé fordult, találkozások óta először. Kisztihán, madám, mit mondjak? Gyönyörű jelenete volt Freyjel, a szívem szakadt meg. Bocsásson meg ennek a rohadt életnek, amely azonban még mindig szebb, mint a süket halál. Nagyon plastikus az öltözéke, tudja? Mindig ezt a garnitűrt kellene viselnie, és éppen ilyen nedvesen. Ron vigyorgott, homloka ráncba szaladt, kivilágosodott kék szemek körül finom szarkalábak sorjáztak, lekerekedett szélű fogai előtűntek fodros ajkai mögül. Akkor is vidáman mosolygott, amikor Tyria szó nélkül megkörölte és az érre vágott. Gino és Lars észrevétlenül tért vissza közéjük, intettek, hogy mehetnek. Mindkét helikopter lezuhant, nem messze innen, elektromos zűreik támadhattak a viharban, az is lehet, hogy összeütköztek. Minden esetre nem sok szépség maradt a gépekből és az emberekből. Egy hét múlva azt is benövi a fű. Hogy elmossa a következő vízözön? Edu továbbra is elgyötörtnek látszott. Levegő után kapkodva botorkált, ha tehette Ron mellett haladt, ha nem fért el, lemaradt mögötte. Hervál egyre ingerültebben cipelte a súlyos Freyt, igyekezett úgy tartani, hogy a teher javarésze szeminek jusson, de zemegtársát sem ejtették a fejére. Így aztán összes energiájukat alattomos cselekre és trükkökre vesztegették teherhordás közben. Hamarosan a végsőkig kimerültek. Ron nem szólt rájuk. Csendesen vigyorgott az orra alatt, holott hangulata minden volt, csak vidám nem. Gondolta, ez jellemző rá, hiszen elégedetnek kellene lennie. Mindössze egyetlen lövés dördült, az is egy összvért váltott meg szenvedésétől. Frey a foglyuk volt, egy árva gerilla sem üldözte őket, minden úgy ment, mint a karikacsapás. Éppen ez az. Ront zavarta a bombázás emléke. Továbbá volt egy olyan érzése, hogy az egész kaland csak ezután kezdődik, jól lehet, neki már éppen elege volt belőle. Eltökélte, hogy újra megpróbáljon megosztani aggályait a társasággal, amint lehet. Egyelőre nem lehetett, mert nem volt út a lábaik alatt, és levegő a tüdejükben. Gyilkos párákat lélegeztek, kínnal vonszolták magukat, agyukban mindegyre robbantak a rakéták, mendörögtek a helikopterek, haláltáncot járt a tébolyult összvér. Ronnak el kellett ismernie, mégis más az aszfalton. Ha más, ha nem, ma is a vadonban éjszakáznak. Megint Hervál viselkedése jutott eszébe. Vajon szándékosan varták a nyakukba ezt a pszichopatát? Egyelőre csak hadd cipelje az elkábított Freyt, a gondok majd később jönnek. Egy bizonyos. Éjszaka őt különösen szemmel kell tartani. Lars alig ha túlzott, amikor előadta, mit forrart ellenük Hervál, amíg ők aludtak. Hangulatos ötlet, szó se róla. Ha most még nem is nyitott tüzet, csak időkérdése, mikor teszi meg. A mai estén azzal is számolni kell, hogy a lány megint köztük van, Hervál gyűlölete újabb szikrát kaphat. Ron tehát vigyorgott. Fogai között szívta be a levegőt, tüdeje keveselte. Na, a kevésnek is korhat, erjedt szaga volt, émeítő. A levelekről vízcseppek peregtek, Ron mégsem fázott. Szauna a boros pincében, épp mikor forr a bor. Megsavanyodott a nyála az undortól. Egyre hevesebben barnult körülöttük a zöld fátyol, a levegő. Az élenjáró Lars megfelelő hely után kutatott, ahol eltölthetnék az éjszakát. Mint hogy nem sikerült megpillantani a fák között a Ritz Hotelt, amely az egyetlen alkalmas szálláshely lehetett volna, végül beletörődött, hogy ebben a rothadó, levegőtlen pokolban terítik le takaróikat, akár az előző éjszaka. Belevillant az is, hogy a környezetvédők harcolnak a dzsungel minden egyes négyzetcentiméterének fennmaradásáért, mondván, hogy az erdő fái termelik az oly nélkül szeretlen oxigént. A fuldokló Lars most megingott. Talán mégsem jól tudják azok ott a távolban. Itt valóban dögivel van oxigén, de a dolog szépséghibája az, hogy a vízből kell kivonni, és erre az emberi légzőszer talán nem a legmegfelelőbb. Lars lehajtotta kitűnően szigetelő vízhatlan szivacsát egy kisebb tocsogóba, és elmeditált a fölött is, hogy voltak éppen hallgathattak volna a dzsungeljáróknak szóló intelmekre. Akkor valószínűleg készültebben állnának az éj elébe.
De nem is egy szál hátizsákot cipelnének, gondolta, hanem valóságos karavánt, mi több, karavánszerájt. Az ötlet el volt halva, elvetélte tehát. Személy is elhelyezkedett. Kis és sóhajtozott otthon maradt kispárnája és légkondicionált szobája után, de mivel ott meglőttek, robbantottak olykor, végül beletörődött sanyarú helyzetébe. Főhogy megszabadult a mind súlyosabbá nehezülő Frey hurcolásától. Elhelyezkedett takarója tetején, és megpróbálta elhitetni magával, hogy soha életében nem volt ilyen boldog. Jól lehet a sötétség vastagodott körülöttük, a fullasztó meleg enyhületlen maradt. Kiki fújtatva üldögélt néhány percig. Ron verítékező homlokát törölgette, hajáról itatta az izzadságot. Tyria gubbasztott. Ellentmondásos érzelmek nyomasztották. Büszkeséget kellett volna éreznie, hiszen megoldotta a feladatot, elcsalta és elkábította Freyt, életük zálogát. De természetesen nem érzett semmi hasonlót még akkor sem, ha a gerilla személyét kizárta a dologból, és kizárólag arra koncentrált, hogy lám, kiköszörülte a minapi csorbát. Fájtlat borított a nyomasztó érzésre, hogy társai nem vehetik ember számba Herval alattomos támadása óta. Lehet, hogy nekik most bebizonyított valamit, de azt kétségbe ejtette, amit ezzel önmagáról is megtudott. Ezen a ponton újra vissza kellett térnie Freyhez, akár akarta, akár nem. Nem mert az ájult gerillára pillantani, mint attól félne, hogy szégyenében meggondolja magát, és megsemmisíti, amit eddig végzett. Predrog Frey megmoccant, halkan felnyögött, karját az arcára fektette. Más már nem is hiányzott, háborgott Herval. Jártányi erejesen volt, aludni akart. Edo is felsóhajtott. Na nem, ez most akar felébredni, amikor mindenki más összeesik. Herválnak mentő ötlete támadt. Állítsuk őrségbe éjszakára. Tőle talán kevésbé tartanék, mint tőled, vágta rá Lars. Különösen meggyőződés, de nem minden él nélkül. Frey a könyökére támaszkodva felült. Tenyerébe hajtotta a fejét, aztán összerázkódott. Keservesen kinyújtotta a karját, feltornázta magát ülőhelyzetbe. Feltekintett. Egy percig teljesen értetlenül kábultan merett a körülötte ülő, heverő, homályba vesző figurákra. Eltartott egy darabig, amíg emlékezete megtalálta a szakadás helyét, és mindent logikus rendbe sorakoztatott. Megköszörülte a torkát, hangja mégis rekedten szólt. Gratulálok! Ron Jarre biccentett. Nagyon kedves, hogy szolgál az egészsége? Parancsol valamit? Szomjas vagyok, felelte Frey. Herval felmordult. Mindenki szomjas, éhes is vagyok. Döntsük el, parancsnok, kinyaljuk el seggét, vagy magunkkal foglalkozzunk. Ha magaddal foglalkozol, a létező legrosszabb társaságba kevered el, vetette oda Ron. Kezdte idegesíteni, hogy mindük közül Herval az első, aki bármely történésre azonnal reagál, mégpedig egyoldalúan, egy kivénhet, házsártos, falusi kutya modorában. Ron ezt most nem mondta el, kibontott egy doboz sört, és oda nyújtotta Freynek. Hallgatta mohó kortyolását. Frey legyelte az italt, és összeroppantotta a dobozt a tenyerében. El akarta hajítani, de Ron kivette a kezéből. Jóformán csak sziluetteket láttak egymásból. Úgy lélegzünk, mint egy teljes intenzív osztály, dünnyögte Lars. Akár 10 üzemelő lélegeztetőgép. Együnk és aludjunk, hogy ez utóbbi zavartalanul tehessük, előbb berjük bilisbe a vendégünket, esetleg a grizzlit is. Helyes, felelte Ron, ezt tesszük. De előbb talán dolga lévén fél első helyre kísérném a vendéget. Szabad a karját, partizán úr! Frey nem reagált. Homlokát nyomkodva nézegette a körülötte ülőket, halkan dűnyögte. Heten vagytok, heten, mint... Angyalok vagyunk egytől egyig, szakította félbe Ron, megkereste Tyria alakját, és felé intett. Amott a főangyal. Egy szava sincs hozzá, Herbosz. Frey felnevetett. Mielőtt válaszolhatott volna, a lány megjegyezte. Kapitány, eddig a torkomra dugtam az ujjamat, ha hányni akartam. Most elég, ha magát hallgatom. Ron, mintha mentegetni akarná a lányt, Freynek magyarázta. Ne vegye a szívére, Herbosz, amit hallott. A hamvas női lélek kitárulkozása volt. A madámnak lelkismereti problémái vannak, megjegyzem, érthető módon. Csúnyán átejtette magát. Frey megmozdult. Edu rá akarta vetni magát, de Ron megakadályozta. Hagyta, hogy a kába férfi inkább térden, mint talpon Tyria közelébe igyekezzék. Válaszolná egy kérdésre? Kérdezte halkan. A lány nem felelt. Ron valamiféle kegyetlen élfhajházástól áthatva felemelkedett és megegyezte. Éppen induló félben voltunk.
Tiria is elkísérhet bennünket, útközben kibeszélgetik magukat. Ezzel felsegítette Freyt, és megvárta, hogy a lány kelletlenül, de a parancsnak engedelmeskedve feltápászkodjék, és a gerilla másik oldalára lépjen. Egy zseblámpa halvány vezérfénye mellett elindultak, nem is nézték merre, mert más nem volt körülöttük, csak is bokrok és fák. Ismeri Ketit? Kérdezte Frey a lánytól. Már, nem ismerem. Akkor azt sem tudja, hogyan vették rá erre a dologra? Nem tudja, milyen eszközökkel kényszerítették az árulásra? Nem tudja, életben van? A férfi szinte kiáltott. Roger válaszolt. Mentem, megszakad a szívem. Herbosz, a helyzete úgy szólván kilátástalan. Miért nem a saját sorsa foglalkoztatja? De talán a hiúsága nem képes megemészteni, hogy valaki cserben hagyta, feladta magát, esetleg minden különösebb kényszer nélkül pár garasért. Tyria felemelte a hangját. Még egy szó, és átvágom a torkát, kapitány. Mit mond? Átvágom a torkát, kiáltotta Tyria. Roger eltűnődött. Nem szerelmes maga én belém? Dehogy nem, világ életemben a cinikus, csontvelőig romlott férfiak vonzottak. Roger szótlanul átadta a lámpát a lánynak, és lemaradt mögöttük. Hallotta, hogy lépdelnek a sűrűben, látta meg-meg villanni a fénysugarat. Ebben a percben igazat adott Tyriának. Mi egyéb, amit most tesz, ha nem cinizmus? Játszik velük, kettőjük sérült egyensúlyával, éppen kísérletezik rajtuk. Bradrock Fred megindult, megszaporázta lépteit, és a lány akaratlanul felvette a diktált tempót. A gerilla arra gondolt, most megszökhetne. Tyrian átvillant, hogy megteszi, és ő nem fogja megakadályozni, mert nem képes lőni rá. Másképp pedig hogyan állhatna az izmos, hatalmas test útjába? Mégis, mindketten sejtették bőrük legmélyebb rétegében, hogy képtelenség mindez. Az óvatosságnál erősebb volt a gerilla életösztöne, menekülési vágya, a lány kezét lefogta a szégyen. Én most eltűnök, mondta Frey halkan. Körülnézett, úgy rémlett, mindenki távol van tőlük, kettesben állnak az erdei éjszakában. Tyria nem felelt. Álva maradt, lehajtotta a fejét. Hallotta, hogy a gerilla léptei halkan távolodnak, számolta őket. 1, 2, 3, 4. Ron! Sóhajtani akar, de szinte sikoltott. Roger ott állt a gerilla előtt, és megint nem érzett diadalt. Már-már utálta, hogy előre tudta, hogy Frey elé vághatott, rászegezhette a pisztolyát. Még jobban haragudott magára, amiért nem feltételezte a lányról a vívódást, az ingatagságot. Megdöbbentette a kiáltást. Tyria, tőle kér segítséget! Roger nem köpte le magát, mint kedve lett volna. A játék visszafelé is elsült, nem csak előre. Mindannyiukat összeégette a kormolónak szánt petárda. A kapitány a pisztolycsövével egy bokor elé terelte Freyt, és rászólt, végezze el a dolgát. Amíg erre várt, félhangosan odavetette a lánynak. Madám, maga csak nyitogassa bátran a kalitka ajtaját, én majd mindannyiszor a madár után röppenek, fő, hogy maga jól mulasson. Ron szinte elégedett volt, átpasszolta a felelősséget, így kell ezt csinálni, a vitorla van a szélért, és nem fordítva. Ha eltekintett a belemaró szégyentől, akkor meg kellett állapítania, hogy végül is sikerült a kísérlet. Megtudhatta, amit tudni óhajtott. Mostantól fogva nem kell tartania Tyriától. Az egyedüli, a valódi bomba Herval. Herval Palmer az, akit a szeretvedett kommandó megsemmisítésére raktak a csapatba. Persze a folyamat az ő számára sem hoz majd happy endet, hiszen a bomba úgy pusztít, hogy előbb önmagát robbantja fel. A táborhely felé lépkedve mindannyian hallgattak, ugyanaz a gondolat némította el őket. Helyzetükön tépelődtek, múltjukon és jövőjükön, nem is támadt kedvük énekelni. Hamarosan meghallották a teli szája a zsémbelő grizzlit. A belem jön ki az egésztől, most megpisiltetik, később betakargatják. Mese is lesz, hogy jobban aludjon, vagy inkább a libasiklikbe a takarója alá. Ez a tag egy élő halott, meddig élhet? Holnap után biztosan kinyírják. Ezek meg úgy beszélnek vele, mintha az elnök lenne, vagy az Atya Úristen. Valahogy úgy látom, szólt Gino, hogy jelen helyzetben fordult a kocka. Eddig mi voltunk dögrováson, most ő került a helyünkbe. Talán éppen a helyzetének szól a tisztelet, de te ezt úgysem foghatod fel. Herván nagyot köpött, amúgy vagányosan. Egy zsák pénzt adnak érte cserébe, ráadásul hamis papírokat, de talán még repülőjegyeket is. Így kell nézni a dolgot. Lehet, hogy ő mentett meg a gázkamrától, de miért kellene ezért kinyalnom a seggét? Tiszta üzlet, én ki, ő be, kész. Gino megszólalt. Mondhatsz, amit akarsz?
A feszült mosolyó ifjú lágy hangja végigkaristolta a grizzly gerincét csigolyánként. De azt megtanulhattad volna, hogyan kell úri szalonokban étkezni. Csámcsogsz és köpködsz. Adj magadra, Hervál! Papolba veled, ragyás taknyos! Hervál kiköpött egyet. Tyria unott sóhajjal megállt közöttük, és ezzel Ginóba folytatta az epés választ. A szócséplés egyelőre szünetelt. Csendben falatoztak Frey kivételével, ő visszautasította az úri ebédlőbe szóló meghívást, ezért bokáit és csuklóit összebilincselték, mint egy lelakatolva a kalitkát. Rovarok nyizsögtek, páracseppek koppantak, vadállatok nezeztek, mozgolódtak a közelben. Senki nem törődött velük, mindenkit a maga baja kötött le, és szüntelen a csontig hatoló nyírkosság, a levegő hiány. Ron Jar beosztotta az őrséget, Hervált szándékosan kihagyta belőle. Nem tolt ki vele, de nem is ez volt a célja, inkább a társasággal nem akart kitolni. Szívesen eltekintett attól, hogy vérfürdőre ébredjenek, melyhez saját nedveik szolgálnak. Ron kis tűnődés után Lars és Gino a két éber közé fektette a grizzlit. Freyt a saját jobbján helyezte el. Dolgát elvégezvén letette a fejét, de nem tudott elaludni. Terveket szőtt, hogy legyen miket elvetni. Még lóvatosan felkelt, és az őrködő Tyria közelébe súrant. A lány meghallotta, hogy valaki közeledik. Villámgyorsan reagált. Ha Ron nem ugrik félre, fogai láthatták volna kárát. De félre szökött, és megszólalt. Kisztián, madám, éberen strázsál, nagyon helyes. Ne értsen félre, szándékaim messze nem alantasak. Nem mondom, lehetnének, de tudok magamon uralkodni. Agyilag vágyom igénybe venni magát. Lehetséges, hogy a határozottság a cserben hagyta? Így valahogy. Közelebb léphetek? Egymás mellett álltak a korom fekete, vak éjszakában. Körülöttük lélegzett, olykor zihált a dzsungel. Rövidre fogom, madám. Attól tartok, át akarnak ejteni bennünket. Mint hogy ilyesmiben mi sem vagyunk kezdők, szeretném, ha bebiztosítanánk a bőrünket. Freyd, csak is akkor kellene átengednünk meg bízóinknak, ha a pénz és az iratok már nálunk vannak. Sőt, ha biztosítva látjuk, hogy némi egérutat is nyerhetünk. Üldözési mániája van, kapitány. Nem teljesen alaptalanul. Nem tudom maga, mit keres itt, de reménném, hogy a szalámi szeletelőgép mellett töltötte eddig életét, homlokán hófehér csipke bóbitával. Semmi baj, madám, ez az ön magánügye. Csak arra céloztam, talán kissé dörzsöltebb is lehetne. Nem mondom, Frey zseniálisan megbűvölte, ez azonban inkább hormonális művelet volt. Ezúttal agyra is szükség lenne. Segítsen nekem kisütni, hogyan lehetnénk mi az okosabbak. Maga mindenkinél okosabb akar lenni, kapitány. Éppen ezért nem értem, mit keres itt. Én sem értem mellesleg, de most másról van szó. Játsszuk le előről. Összeszedtek minket, innen-onnan. Ha ez a rész világos lenne, többre mennénk, de maga azt mondja, nem érdemes egymás múltjában válkálnunk. Megszervezték, hogy eljussunk Freyhez. Eljutottunk. Nálunk a film és hanganyag, nálunk az ember. Becserélhetnénk pénzre és szabadságra, de éppen ez az, ami logikátlan. Miért nem bejegyzett hivatásosokat küldtek? Olyan kézenfekvő a válasz, hogy szinte hihetetlennek hangzik. Mert végezni akarnak velünk. Frey ügye nagy port fog felverni. A szétbombázott tábor is erre val, gondoljon bele. A gerillák előbb arra gondolnak, hogy vezetőjük oda veszett, aztán a hírközlő szelvek szétröpítik a hírt, Frey áruló lett, veszélyt szimatolt és megszökött. Mindez, ha kell, a mi hulláinkat produkálhatják, és abszolút semmi politikai vonatkozása nem lesz a dolognak. Mi legfeljebb kétes elemek vagyunk, de nem katonák. El is tűnhetünk nyom nélkül, ez nekik is jó. A fontos, hogy hallgassunk. Ha ezt én találtam volna ki, elájulnék a gyönyörűségtől, esküszöm. Szuper egy terv. Tyria halkan megegyezte. Bennem valami más motoszkál, Predroggal beszélgetve szóba került a háború anyagi oldala. Fizetnek a fegyverekért, az élelemért, a felszerelésért. Mivel fizetnek, mit gondol? Mit gondoljak? Érdeklődött Ron, törte a fejét. Nem tudom, páfrány levéllel, orchideával? Langyos, felelte Tyria. Maga szerint a hely és az időpont megfelel ennek a sajátságos kvíznek? Ron, kedves, maga akkor szövegel hülyeségeket, ha leplezni óhatja, hogy nem érez, nem ért, nem tud. Maga azt palástolja, hogy hülye egy kicsit, mondta lágyan Tyria. Hökkenetében a kapitány halkan felnevetett. Tyria folytatta. Predrog csak célzott rá, hogy mi a fizetőeszközük. Megkínált egy cigarettával. Dohány is volt benne. Aha! Ron a fogai között szívta be a levegőt.
Miért gondolja, hogy ez pontosan abba a témába vág, amivel zaklatom? Muszáj most kábítószeres cigarettákról beszélgetnünk? Megmondom, miért gondolom, noha nem ildomos erről beszélgetnünk. Mielőtt sor kerítettem volna erre a nyaralásra, testőre voltam valakinek. Mond valamit, ez a név, Regis McCall? Ron Jarre felsóhajtott, hiszen már azt hitte, túl vannak a kvízen. Ez a nő még meglepi néhányszor. Zsebre sülyeztette a kezét, és idétlenül érezte magát. Éppenséggel egy nagyvárosi taxi megállóban is tracsolhatnának. Azt játsszák, ki a műveltebb. Ekkor valami beugrott, megdörzsölte az állát. McCall, az a pasas, aki a maffia történetében vágált, írt néhány könyvet erről a témáról. Úgy hírlik, friss dokumentumokon dolgozik. Dolgozott, sóhajtotta Tiria, szitává lőtték. Valóban, említette, hogy maga volt a testőre. Nem biztos, hogy megvédhettem volna, de éppen nem voltam vele. Hosszú, nem erőjünk bele. Otthon voltam, a házában. Sajátos helyzetem folytán jól ismertem az anyagot, amelyen dolgozott. Fel akarták robbantani a házat, egyébként meg is tették. A dokumentáció megsemmisült, legfeljebb az én fejemben létezik. Csodálatos, vélte Ron Jarre. A sajátos helyzet nyilván vízszintest jelent. Maga komolyan azt hiszi, hogy a szexuális kicsapongásai hozták össze ezt a hetes fogatot? Úristen, Ron, lehelte Tiria. A férfi újra zsebre vágta a két kezét, lábat váltott. Ocsmány módon nyírkos volt az oknia, mindkettő. Nincsenek ebihalak a cipőjében? Nagy ügy. Gőzt szívott be, gőzt lehelt ki. Homlokán szakadatlanul gyöngyözött a veríték. Türelmetlenül felcsattant. Nem azért víroztunk, hogy együtt imádkozzunk. Úristen, nyugodtan szólítson Ronnak. Miközben Frey cigarettájának McCallhoz, és végső soron hozzánk. Ha nem abból az alapállásból indulnak ki, hogy hülye vagyok, rég érteném, mire gondolok. Most szeretném elmondani magának, hogy egyszer is mindenkorra tisztázni, hogy engem nem szoktak hetenként megerőszakolni. Nem azzal keresem a kegyelemet, hogy férfiakat csaljak törve, még szórakozásból sem tettem soha. Nem az én stílusom. A McCall életében elfoglalt viszintes, avagy függőleges helyzetem pedig legfeljebb keresztrejtvény témája lehet, nem a magáé. Most tehát, miután tudja, hogy nem vagyok matahari, ribanc és egy agyalágyút, folytatom. Nem csak a cigaretta, a doboza is elgondolkodtató volt. Platina, talán hallott már róla. A Frey kábítószerrel és nemes fémmel fizet, ezeket nem értékesítheti otthoni piacon? Ó, sóhajtotta Ron Jarre, ellenállt a csábításnak, hogy vállon veregesse a lányt. Kissé elkábult. Mekkor révén maga tud pár dolgot a maffiáról. Egyebek között azt is, hogy mi a legfőbb jövedelem forrásuk. Frey áruja az ő piacukra tört be, és nyilván leszorította az árakat. Így hát a dalmi gerilla harc nem csupán a kormánynak, immár a maffiának is csípi a szemét. Nem először történne meg, hogy a kétféle hatalom összefog egy közös cél érdekében. Elváltak valaha egy percre is, morfondírozott Ron Jarre. Egykori iskolatársára gondolt, a makulátlan, öltönyös, jellegtelen államhivatalnokra. Lehet, hogy Bata Banks osztotta le a lapokat? Ha belegondolt, újra megfájdult a feje, mint akkor az utolsó beszélgetésüket és vedelésüket követő reggelre a ledérnő személy garzonjában. Elittem az eszem, gondolta Ron. Veríték ütötte ki a gondolatra, amit Tiria sugalmazott, mellesleg halálos nyugalommal, szinte hűvösen. Valami defektje lehet a nőnek, nincs vese, de ez sem hozott vigaszt. Miért lélegzett? Ha ezt kisütötte, kételkedhet-e még a feltevésemben? Miért állítja mégis, hogy üldözési mániám van? Nem vagyok benne biztos, hogy jók a következtetéseim. Éppen csak eljátszottam pár dologgal, és lehet, hogy ezek csak véletlenül összekapcsolhatók. Ha maga nem jajgatott volna kezdettől fogva, mindez eszembe sem jut. Amennyire igazunk lehet, ugyanúgy tévedhetünk is, a rengeteg eszünktől megtévesztve. Sehová nem jutottunk, kapitány. Az Istenit, dehogy nem! Frey épp úgy láb alatt van a maffiának, mint maga vagy én. Nem látja? Sírni tudnék. Embert nem manipuláltak még olyan agyafúrtan, mint most minket. Esküdt ellenségeinknek dolgozunk. Feküdjön le, kapitány. Képzelődünk, a helyzet alkalmas erre. Sehol egy morzsányi maffiózó. Nyolcan vagyunk a vadon mélyén. Ami a nyolcadikat illeti, Frey elkábítása volt a dolgom. Ezt megtettem. Halálát nem akarom látni. De az sem, hogy maga vele szórakozzék, kapitány. A ma esti tette nem hősies volt, de még csak nem is szellemes. Kíváncsi volt, hogy futni hagynám-e. Szívem szerint megtenném, de hallgatok olykor a jéghideg észre is. Ha megkérdezi, megmondtam volna. Aljas ötlet volt, ami...
Félreértett, madám. Ne vágjon a szavamba, kapitány. Kíváncsi vagyok magára, az izgat, hogy mi maga. Fel fogom fedni a cinizmus sárnákmaiségeit, kiforgatom a lezserségéből és a flegmájából. Ron kihúzta a kezét a zsebéből, halkan nevetett. Mégis mit gondol, mit fog találni a felsoroltak helyén? Ne legyenek vérmes reményei, madám. Az egésznek a fenekén cinizmust, lezserséget és flegmát fog találni. Nyugodt lehet. Ássa el a bonckését, nem érem meg a fáradtságot. Sajnálom, hogy felbőszítettem. Ron visszabotorkált a takarójához. Bebújt a tömény nyirokba, és talán a légszem tette, hogy sikerült kikapcsolnia az agyát. Álomfélébe merült, de nem olyan mélyen, hogy ne érezze saját bőrének páráit. Halálveríték, gondolta féltudattal. Rettegek. Sarokba szorított állat kegyetlen számítás áldozata. Bata Banks. Ehhez a névhez vissza kell térni. Majd. Tiria a csábítást érzett, hogy neki támaszkodjék egy fának, mégsem merte megtenni. Lidércek hemzsegtek körülötte, az iménti beszélgetés szabadította el valamennyit. Ha a fakéregről, a nedves levelekről rovarok áradnak a bőrére, biztosan felsikoltana. Nem, hajtogatta. Csak arról van szó, hogy belementem a játékba, melynek lehetőségét Ron kínálta. Elszabadult a fantáziám, holott ez az üzlet nélkül is rohadt, rohadt, embertelen. Minél többet töpreng, annál bonyolultabb az egyszer-egy. Freyért, pénz és szabadság. Ennyi, és nem több. Ami Ront illeti, a vele kapcsolatos kérdések érdekesebbek, kevesebb veszélyt tartogatnak. Itt csak arról van szó, hogy mit lehet lelni egy felforgatott és elevenemben nyúzott férfi mélyén. Lehet-e lelni egyebet, mint néhány keserű tréfát és keserves tapasztalatot? Ron Jar Kittimburka komoly veszélybe került.